Az esztergomi bazilika átfogó felújítása 2018-ban kezdődött meg. Azt kell mondanunk, hogy a fölépülése óta ez a legnagyobb fokú és valóban minden területet érintő felújítási munkálat, ami a templomon elvégzésre kerül. A II. Világháború után rengeteg sérülése volt az épületnek, de a körülmények nem tették lehetővé, hogy ezek orvosolva legyenek. Azt láttuk a mostani felújításkor, hogy 1945 nyarán és őszén, mai szemmel azt kell mondanunk, hogy heroikus módon működővé, üzemeltethetővé tették a templomot. Anyaghiányban, eszközhiányban, emberhiányban, de mégis nagyon kreatív megoldásokkal sokszor. Mindazonáltal ez azt jelentette, hogy vannak a templomnak súlyosan rongálódott részei, amelyek még világháborús sebeket viselnek. Ezek közül kiemelkedik a kupola, hiszen a kupola több mint 100 belövést kapott, és ezek között igen komoly találatok is voltak, hiszen például a kőboltozat záró ívét olyan találat érte, ami legalább egy 2,5-3 méteres szakaszt kiszakított a struktúrából. Ezzel együtt persze annak nagyon örülünk, hogy a háborús sérülések egyébként megmutatták, hogy a 19. századi építőmesterek kiváló munkát végeztek. Ugye a kőboltozat befejezése alapvetően még Pák János nevéhez kötődik. A kívülről látható vörösrész borítású vasszerkezet azonban már Hildi Józsefnek a munkája. 1845-re készült el, augusztus 19-én helyezték fel a keresztet a kupolára. Tehát az elmúlt 2-3 évben, 2020 őszétől indulóan, ennek a sok sérülést viselő kupolának a teljes belső és külső felújítása kezdődött meg. A külső felújítás volt a látványosabb, hiszen ezt rögtön mindenki észrevette, eltűnnek a patinás zöld-vörös rézlemezek, és a helyükre fölkerül a friss vörös réz. Ugye most már másfél év után látjuk, hogy az első fényessége, ragyogása a vörös réznek eltűnik, és átadja a helyét egy mattabb vörös árnyalatnak, ami majd barnul, ami majd feketedik, ami majd végül sok-sok évtized után, hát az esztergomi mintákat nézve legalább 40-45 év után áthajol majd abba a zöldbe, amit a bazilikánál megszoktunk. Ezzel együtt az idén kiadott postai emlékbélyegen a vörös réz színnel, a vörös árnyalattal jelenik már meg a kupola, hiszen a zajló felújításnak itt tudtunk emléket állítani. A belső az egy nagyon komplex munkát jelent, hiszen a mostani kupola belső nem az eredeti állapot. 1856-os fölszenteléskor, amikor tehát még az első tervek életben voltak, és Szczytowski herceg prímás átadja a templomot a használatnak, egy késő klasszicista templom belsővel kell számolnunk. A hatalmas felületek uralkodó tónusa a szürke volt a márványerezetes festés miatt, illetve egy szép égszínkék árnyalat. A kupola teljes belső felülete is kékre volt festve, ez most a restaurálásnál megerősítést nyert. Rajta a csillagos égboltot láthattuk, ennek a csillagos égboltnak mint egy tükörképe a kupola alatt a padlóban található márványintarzia. Hiszen aki belép a templomban, az látja, hogy a kupola alatti rész gyönyörű márványberakással van díszítve, csillagokkal, azért, mert ilyen volt a mennyezet, a kupola belső boltozata, amikor elkészült. Azonban Simor János herceg prímás idejére több probléma is adódott. Az egyik az volt, hogy a lassú építés és a megszakadó építés miatt idővel előjöttek olyan problémák, amik a nehézségeket tükrözték, tehát az átázott falakról elvált a vakolat, megjelent több ponton a penészedés. És ezen felül pedig megváltozott az ízlésvilág. Tehát az 1830-as, 40-es évektől eljutunk az 1880-as évekig, és emiatt Simor herceg prímás úgy dönt, hogy az egész bazilikának egy melegebb színvilágot, tónust akar kölcsönözni. Ekkor váltja le az alapvetően szürke és kék árnyalatokat, a ma domináns vörös, és a kupolának, illetve a templom főhajójának a stukkó díszítése fehér vagy bézs színű alapon aranyozott felületekkel. Így
a stílusban is átlépünk egy korszakhatárt, és a színek összhatásában is egy sokkal melegebb, egy sokkal otthonosabb templomtér jön létre. Lipert József a tervezője ennek a korszaknak, és Antonio de Toma készíti el a stukkózatot, ami a fejünk fölött látható Bécsben. Korának egyik legkiválóbb mestere volt, és egyébként a mostani restaurálás is megmutatta, hogy valóban kiváló munkát végzett. Mind a részletgazdagság, kidolgozottság, mind az állékonyság, a tartóság tekintetében nagyon-nagyon jó munkát végeztek, sokszor kombinálva technológiákat, hiszen a kőboltozat alapfelületét olykor megtoldották fával, nádazással, hogy az új stílus, új stukkózatának megfelelőbb teret hozzanak létre. Tehát ezek kerültek megtisztításra, illetve a kupola tamburablakai is felújításra kerültek, azok vagy szerkezete továbbra is az 1840-es évekből való felújításra került, és állagmegóvás is megvalósult. Az üvegtáblák természetesen ezerszer lettek már cserélve, most egységessé váltak. 4 ponton olyan alsó ablaksávokat teremtve, amin a látogatók, amikor körbejárnak a kupola alsó körüljáróján, betekinthetnek a templomtérbe is. És utolsó záró akkordként az ablakok és az ablakok közti falak felújítása után elérkeztünk a párkányzat fölött körbefutó feliratnak is a tisztításához, illetve megújításához. A Sumpta est Maria in cielum gaudent angeli, fölvétetett Mária a mennyekbe, örvendenek az angyalok. Nagy Boldogasszony ünnepének vesperás antifónájával van dolgunk, vagyis a zsolozsma liturgiájából vett szakasszal, imádsággal, ami a templom főtitulusára, Nagy Boldogasszonyra vonatkozik. Azt már kevesebben tudják, hogy a Dunai homlokzaton szereplő felirat Quae sursum sunt querite, az odafönt valókat keressétek, a Kolosszei Levél 3. fejezet 5. verséről van szó, szintén Nagy Boldogasszony zsolozsmájából van, rövid olvasmányként szerepel ott. Vagyis az építők teljesen tudatosan az épület elemekben és az elhelyezett feliratokban a titulust tükrözik úgymond vissza, úgyhogy azt is szoktuk mondani, hogy ez a körbefutó felirat, ami most ilyen monumentális nagyságában látszik, hogy szemtől szembe állunk vele, gyakorlatilag a programja a templomnak. Itt érdekességként megjegyezzük, hogy a felirat betűi teljesen új aranyozást kaptak az eredeti felületek megtartásával. Ennek pontosan ez volt a célja, hogy a feliratból ragyognia kell a templom üzenetének természetes fényviszonyok mellett is. Azonban a központi korona, ami a szentélyi fölött található, és ha szabad így mondani, egy központi helyet foglal el, az megmaradt az eredeti aranyozással. Azon csak a kontúrfestést kellett újraalkotni, hiszen a nagy egybefüggő aranyfelületek a földről szemlélve teljesen egyben mosódnának, emiatt már a 19. században kontúrfestéssel egy kicsit föllazították, profilozták az ábrázolást, tehát ez az eredeti állapotot tükrözi, tehát így nézne ki a teljes felirat is, hogyha az eredeti aranyozás csupán megtisztításra kerül. Még talán annyit ehhez, hogy alattam jelenleg van több mint 30 méternyi mélység. Ezt nem nagyon érzékeljük, mert van egy molinó, amin a bazilika kupolájának belső képe van díszítésként, fölötte életvédelmi hálók, majd pedig egy teljes porzárás. Egyrészt, hogy a korábbi időszakban a kupola restaurálásából származó por ne szálljon alá a templomtérbe, most pedig, hogy a templom kövezetének felújításával járó por ne szálljon föl az immár megújult kupolába. Tehát gyakorlatilag ez a porhatár eddig is fontos volt, most is az maradt. Jelenleg a templomon még többfajta munkálat zajlik, ami a leglátványosabb az északi és a déli tornyok felújítása. Az északi torony már egész jól áll, a külső állványzat részben már visszabontásra is került, és az alapkőletételi dombormű is át lett adva, tehát azt már szép, ragyogó formájában szemléljük, még a kis kupolának a borítása hiányos, de ez is meg lesz hamarosan. A déli torony kicsit lassabban fog elkészülni, ott viszont több kalandunk van, a felszentelési dombormű most van zsűrizés utáni átadás előtt. El fog készülni a harangszék mellé a harangozó szerkezet, tehát a motorvezérlés és a harangjáték is, hiszen a főegyházmegye nagy vállalása a bazilika felújítása mellé szeretett volna a főszékesegyházi plébánia is betársulni,
egy sokkal kisebb volumenű projekttel a világháborúkban megsemmisült és foghíjassá vált harangsor pótlásával, tehát az esztergomi közösség, város, plébániai hívek és egyéni adományozók nagyvonalúságából karácsonyra újra 6 harangja van már a bazilika déli tornyának. Ott emiatt a süveg le van emelve, a kiskupola a földön kerül felújításra. Először is be kellett emelni az új harangszéket, aztán majd valószínűleg december elején sikerül az új harangokat beemelni, amelyek közül persze a legnagyobb a régi történelmi nagyharangunk, az 5827 kg-os nagyboldogasszony harang. Eredetileg 1856-ra öntötték, majd egy repedés miatt 1938-ban az eukarisztikus kongresszus idején újra öntötték. Ez kiegészül 4 további haranggal, illetve a kis harangunk, a 280 kg-os kis harangunk is felújításra kerül, úgyhogy Esztergomnak már megígértük, hogy ha a Jóisten megsegít és nagy problémáink nem lesznek, 117 év után karácsonyra a bazilika újra úgy fog harangozni, azzal a gazdagsággal szólal meg az ünnepi harangszó, mint amit megszoktunk. A kövezet is el fog készülni valószínűleg karácsonyra, természetesen a zárócsiszolás, azaz hőmérsékleti viszonyok függvényében valószínűleg áttolódik a következő esztendőre. Elkészül a szentély teljes felújított berendezése, tehát visszakerülnek a régi szentélybútorok, mint például a stallum. Elkészül az új szembemiséző oltármárványból, aminek az erekje tartó kövét Ferenc pápa áldotta meg budapesti látogatásakor a nunciatúra kápolnáján. Ezért is hálásak vagyunk, hogy ez megvalósulhatott Bíboros úr hadhatós közben járásával, hiszen szegény pápánknak igen sűrű budapesti programja volt, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy külön hálás Esztergom, hogy ha a pápa nem is, de az áldása, eljön Esztergomba, és ráadásul itt is marad. Ami pedig még a nagy-nagy jövő, az az orgona, hiszen az orgona lebontásra került, az orgonaházat akkor tudjuk elkezdeni visszaépíteni, amikor a porral járó munkálatok elérnek egy olyan szintet, hogy az újonnan visszaépítendő elemeket már nem veszélyeztetik. Ezután a gépészet készül el, majd a sípsorok, és amikor már lábánál az egész hangszer, megindul egy idegtépő folyamat, a hangszer intonálása, hiszen az orgona olyan hangszer, amit nem elég hangolni, azt intonálni is kell, hiszen a sípokat hangszín és hangerő tekintetében is be kell állítani, be kell szabályozni, és ezt csak akkor lehet megtenni, amikor abban a térben vannak, ahol végig szólni fognak. Ezelőtt előkészíteni lehet, de mégis egyenként itt kell elvégezni a munkajavát, ráadásul éjszaka, mert teljes csönd kell hozzá, és csak két ember dolgozhat ezen. Egy, aki a billentyűzetnél van, és egy, aki bent az orgona szekrényben. Na most innentől kezdve elgondolhatjuk, hogyha egy 114-117 regiszteres hangszer elkészül, itt még a záró tervezés folyamata tart, hát mennyi idő lesz, amíg végig mennek egyenként minden sípon, úgyhogy ez még egy izgalmas feladat lesz. Reményeink szerint 2026-ra megszólal a nagy orgona.